Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves kollégák! A mai alkalommal a digitális témahétre való készülődés jegyében néhány projekt ötletet és néhány olyan forrást szeretnék bemutatni, amelyből lehet táplálkozni, ötleteket, inspirációt meríteni, mindazok számára, akik regisztrálnak a digitális témahét oldalán, és egy mini projekttel tulajdonképpen a digitális pedagógiát ünneplik, népszerűsítik az iskolájukban. Egyszer s mind iskolájuk így fölkerül a digitális pedagógia térképére, és együtt ezzel megnyílik a lehetőség arra, hogy a pályázaton is indulni lehessen. Ahogyan mindig el szoktuk mondani, a digitális témahétre határon belül is kívül levő kedves kollégák, iskolák bátran jelentkezhetnek, és a digitális témahéten való részvétel semmilyen adminisztratív kötelezettséggel nem jár. A regisztráció mintegy 1-2 perc, és sok szakmai segítséget, támogatást igyekszünk adni, ilyen ez a webinárium is. A mai alkalommal tehát a projektek tervezését szeretnénk segíteni, azzal, hogy néhány ötletet adunk, és néhány projekt vázat szeretnénk adni. Természetesen arra nincs lehetőség, hogy nagyon részletesen minden projekt ötletet megbeszéljünk, de majd meglátjuk, hogy mennyire tudjuk időben érinteni, milyen mélységben tudjuk érinteni az egyes témákat. Először is egy pár javaslat arra, hogy hogyan lássunk neki. Én azt gondolom, hogy bármikor el lehet kezdeni, tehát aki még soha egyszer se dolgozott projektben, az is bátran vágjon bele, nem nehéz, és egy fél óra előkészület után már kézzelfogható irányokat lehet kijelölni. Mi az a minimum, ami mindenképpen szükséges? Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, melyik az a témakör, tananyagrész, amelyet projektmódszerrel szeretnénk tanítani. Ugye itt a képen a zöld területről beszélek most. Tehát mi az, amit fejleszteni fogunk, milyen készségeket, mit ír elő a tanterv. Természetesen a projekt nem tantervmentes időszak, tehát ott ugyanúgy lehet tanulni, legfeljebb egy kicsit másféle formában. Érdemes kitalálni, hogy melyek lesznek a fő tevékenységek, és azokat érdemes előre átgondolni, hogy lássuk a projektnek a határait, és nagyon fontos, hogy addig nem projekt a projekt, ameddig nincs meghatározva az, hogy mik lesznek, vagy mi lesz a projekt produktuma, eredménye, tehát kézzelfogható, vagy digitális kézzelfogható termékekről beszélünk. Tehát ezeket meg kell mindenképpen határozni. Nyilvánvaló, hogy emellett kijelölődik a csapat, akikkel dolgozni fogunk, és ezáltal kijelölődik az is, hogy mely évfolyammal fogunk dolgozni. A tantárgyak tekintetében pedig nyilván az első lépés az, hogy az általunk tanított tantárgyakra fókuszálunk, de a projektek jellemzője a multidisziplinaritás, az, hogy egy projekt több szemszögből
kerül feldolgozásra, és nem ritka az, hogy több tanár dolgozik együtt a projektben, akár egyenrangúan, akár úgy, hogy besegítenek. Nagyon gyakori, hogy mondjuk az informatika, vagy mostanában inkább digitális kultúra tantárgy órái is besegítenek, vagy különböző technikai segítséget nyújtanak, de több tantárgy együttműködve hát nagyobb örömet, pedagógiai sikert fog hozni. Érdemes egy jó címet adni a projektnek, tehát valami érdekes, de rövid címet, és hát mondjuk a oxigén tartalmú szerves vegyületek tulajdonságai az nem olyan jó cím, tehát valami kevésbé tankönyvízű címet válasszunk, még akkor is, hogyha maga a téma az teljesen szorosan kapcsolódik a tananyaghoz, még akár a kémiához is, amit oly sokan nem kedvelnek. Mikor a tervezés elkezdődik, akkor érdemes felrakni azt, hogy mik lesznek a tevékenységek. Az első lépésektől az utolsókig, és érdemes ezeket a tevékenységeket szépen felbontani altevékenységekre. Ehhez akár egy egyszerű táblázatkezelő, hát ami igazából nem egyszerű, tehát lehet az Google táblázat, vagy lehet az Excel is. Ezekben szépen föl lehet rakni, hogy mi a tevékenység, azoknak milyen altevékenységei vannak ahhoz, hogy azt elérhessük, azt a célt elérhessük, amit kitűztünk magunknak, és természetes, hogy ehhez határidőt tudunk rendelni, felelősöket tudunk rendelni. Ha a projektünk picike, akkor is szükség van erre, mert ettől lesz átlátható, ettől lesz világos a gyerekek számára is, nem csak nekünk. Ráadásul így sokkal könnyebb lesz majd megismételni, vagy korrigálva, módosítva ismét megvalósítani a projektet. A már jelzett eszközökön kívül vannak céleszközök is, amelyek kifejezetten alkalmasak projekttervezésre. Ilyen a Teams-ben a tervező eszköz, ami alkalmas erre, de használható egy Google eszköztár naptárral, feladatokkal, vagy olyan céleszközöm kifejezetten erre való, és ingyenesen is használható a Trello, amelyről tavasszal egy webináriumon is beszéltünk, és jelenleg éppen megújulás előtt áll ez a rendszer, hiszen a digitális oktatás és a sok távmunka home office miatt új funkciókat is terveznek. No, ezen kívül van egy nagyon fontos dolog a projekt pedagógiában, ez pedig az értékelés. Az értékelés az, ami tulajdonképpen megadja a siker lehetőségét hosszú távra is. Itt az értékelést nem a oly sokszor hangoztatott számonkérés oldaláról közelítjük meg, nem is kedvelem ezt a kifejezést, hanem itt az értékelés visszajelzést jelent a tanulónak arról, hogy ő az, amit csinált, az jó-e, hogyan folytassa, visszajelzést ad a saját tudásáról, arról, hogy mik a hiányosságai például, és ez a visszajelzés olyan értékelő eszközök formájában a leghatékonyabb, amelyek a formatív értékelés körébe tartoznak, hiszen mindez, amit mondtam, ez a fejlesztő típusú formatív értékelés körébe tartozik, és azt szoktuk mondani, hogy ne teljen el olyan óra, olyan foglalkozás a projekt során, amikor nincs valamilyen fajta visszajelzés a diákoknak arról,
hogy hol tartanak, hogyan dolgoztak egyénileg, hogyan dolgoztak együtt esetleg a többiekkel, azért, hogy lássák, hogy hogyan érdemes folytatni a cél elérése érdekében a tevékenységeket. Nem biztos, hogy a tanár adja ezeket a formatív értékeléseket, ezeket a visszajelzéseket. Egészen könnyen lehet, hogy a diákok önértékelést valósítanak meg, tehát egy olyan eszközzel dolgoznak, ami ad neki kellő visszajelzést arra, hogy jól haladnak-e vagy sem. Lehet társas értékelés is természetesen, és nem tilos, hogy a projektben a szummatív, a hagyományos lezáró értékelés is szerepeljen általában a végén, tehát jegyet is kaphatnak a gyerekek természetesen a munkájukra, mindarra, amit a projektben alkottak. Úgyhogy lehet erről is szó. Még akár egy záró dolgozat teszt is lehet belőle, de lehet, hogy valamilyen produktumra adunk számszerűsített jegyet. Miután megvannak a célok, megvannak a tevékenységek, tantárgyak és az értékelésre is gondoltunk, akkor érdemes kiválasztani azt, hogy ezekhez nekünk milyen digitális technológiai eszközökre van szükségünk, tehát nem fordítva, ezek az eszközök a végén jönnek elő, ezek nem célok, hanem eszközök. Ugye nem mindegy, hogy van-e keretrendszerünk, vagy nem, tehát ugye a mostanában használt tanulástámogató rendszerekre gondolok, a Teams-re, vagy a Google tanteremre, vagy más megoldásokra. Azon belül lehetnek alkalmazások, webes alkalmazások, mobil alkalmazások, akár még szoftverek is lehetnek, és gondoljunk arra is, hogy a projekt lehet, hogy online, lehet, hogy offline körülmények között fog megvalósulni, tehát ha esetleg az iskolában van élő jelenléti oktatás, akkor ugye offline körülmények között, de digitális eszközökkel valósulhat meg a projekt. Ugye ez jelenleg inkább az általános iskolákra vonatkozik. Ha pedig online dolgozunk, távolléti rendszerben a gyerekekkel, akkor az is élő, de online körülmények között és online eszközökkel lezajló projektet jelent. Számos példa van arra, hogy ezek is jól működnek, sőt, a projekt egy kicsit életben tartja azt a motivációt, ami azért kap rendesen a távolléti oktatás során. No, ezek voltak az alapelvek, nézzük az ötleteket. Az első ötletnek az a címe, hogy Hello Planéta, és tulajdonképpen bármelyik évfolyam számára alkalmas, és az alapötlet az, hogy ugye mostanában egyre sűrűbben járkálnak különböző ember által alkotta égitestek a hold körül. Mostanában vitt egy kis holdkőzetet egy kínai űrszonda. Nagy a forgalom a Marson is jelenleg, úgyhogy hát ezek egyre gyakoribbak lesznek, ezek a látogatások, de hát már korábban is így volt, legfeljebb esetleg ritkábban valóságosan, de az irodalom vagy a művészet szintjén feltétlenül. Úgyhogy a Hello Planéta projektötlet arról szól, hogy a tanulók egy vagy több közeli, vagy esetleg egészen távoli bolygóra, sőt akár egy nem létező bolygóra vagy holdra szállnak le, és ott csapatokra bontva különböző témákkal foglalkoznak, és mini expedíciókat valósítanak meg ezeken az égitesteken.
amelyek révén szerzett vagy bemutatható információikat különböző módon mutatják be. Lehet ez animáció, prezentáció, videó, vagy hangos bejelentkezés, vagy szöveges cikk akár, de az is lehet, hogy készítenek maketteket, és azon mutatják be a tapasztalatokat. Miről van szó? Arról van szó, hogy a projekt végére ezen köztes termékek, tehát az animáció, prezentáció és a többi, amelyet itt vastaggal kiemelve lehet látni. A projekt végére egy mini konferencia alakul ki, ahol az adott csapat be fogja mutatni a választott égitest, mondjuk a Mars, vagy akár a Holdunk, vagy az Európa Hold, vagy a Jupiter tulajdonságaival kapcsolatos információit. Tehát lehet, hogy lesz, aki a légkörrel fog foglalkozni, lesz, aki művészeti vonatkozásokkal fog foglalkozni, lesz, aki a kőzetekkel, a felszínnel fog foglalkozni, lesz, aki a gravitációval, lesz, aki avval, hogy milyen űreszközök jártak már arra, de lehetséges, hogy egy olyan helyre vetődünk, amiről még nem tudunk, tehát lehetséges, hogy valamilyen prognózist fogunk tenni, és hát elképzelhető, főleg azt hiszem talán a fiatalabb diákoknál, hogy egy kitalált bolygóra is látogatást tehetnek. Gondolhatunk akár a kishercegre is, de nagyon sok művészeti vonatkozás is lehet ebből, tehát ezért nem véletlen, hogy a tantárgyak köre a fizikától a földrajzon keresztül a digitális kultúra, kémia, biológia, irodalom, történelem, vizuális kultúra körét mind érinti, tehát vagy érintheti, attól függően, hogy kinek melyik aspektus szimpatikus. Nézzük, milyen tevékenységek jönnek szóba. Ugye, hát kell készíteni egy forgatókönyvet, hogy is lesz ez. Meg kell alkotni a csapatokat. A csapatok az adott területen kutatást végeznek, adatgyűjtést végeznek. Fontos, hogy ne legyenek ezek óriási nagy csapatok, mert sok bába között elveszhet a gyerek. És aztán jöhetnek specialitások, beírtam a robotikát, tehát elképzelhető, hogy a ténylegesen megépített tájon, vagy maketteken, akár robotok is mozoghatnak, ezért van a jobb oldalon a technikai eszközöknél több robot is, kisebbeknél padlórobot, a nagyobbaknál lehetnek komplexebb robotok is. Az is lehet, hogy ezt a látogatást, vagy a látogatásról tett jelentést valamilyen animáció, vagy valamilyen képi formában, akár Scratchben mutatják be a gyerekek. Attól függ, hogy az adott korosztálynak mi izgalmas és mi ismert. Aztán lehetnek ugye bemutatók, lehetnek egészen komolyabb, tudományosabb igényű bemutatók, videórészletek, vagy akár ilyen rádióműsorszerű bejelentkezések is. Majd ezt követően ezt az egészet egy bizonyos online vagy offline bemutatóban mutatják be a gyerekek. Erre a bemutatóra érdemes meghívni az osztályon kívüli embereket, tanárkollégákat, szülőket is, tehát hogy a projekt bemutató az minél izgalmasabb és a diákok számára élményszerűbb, komolyabb legyen. Ne feledkezzünk meg az értékelésről, ugye bármilyen
tevékenység van, ami produktummal jár, ott érdemes használni ellenőrző listát, ahol a szempontok vannak felsorolva, és a szempontok között eligazodva látjuk, hogy ez teljesült, ez nem teljesült. Ha nem is dolgozunk tökéletesen, tudatában vagyunk annak, hogy mennyire nem. Lehetőség van arra, hogy egy-egy témakört kvízekkel tárjunk fel, tehát mennyire ismerünk egy adott területet, témakört, a kvíz ez egy jó eszköz lehet, visszajelzés arról, hogy mit tudunk, de az is lehet, hogy az egésznek a végén, miután lezajlott a bemutató, hogy megnézzük, hogy a hallgatóság mennyire figyelt egy kvíz, is használhatunk erre, és megnézzük, hogy ki mire emlékszik. Az áttekintő táblázattal a komplexebb folyamatok, egy animációkészítés, vagy egy bemutatókészítés segíthető elő, ahol szempontok vannak, és a szempontok megvalósulása több szinten is szerepel. Erre a később mutatott példákban rengeteg minta található, úgyhogy ezt nem is fejtem ki jobban. Aki esetleg ismeri a rubrik fogalmát, a Google tanteremben használatos, ott is használatos ez, vagy a OneNote osztályjegyzet füzetben is, hát az áttekintő táblázat magyarul a rubrik. A 3-2-1 módszer egy ismert technika arra, hogy két diák egymással beszélgetve egymást értékelje. Ugye a 3 az 3 kérdés, a 2-2 megjegyzés, az 1 az 1 javaslat. És akkor egymásnak bemutatják a munkájukat, és ez lesz a visszajelzésük. A pontozó táblázatot ebben az esetben a bemutatóra lehet használni, akinek van hozzá kedve, tehát egymást pontozhatják, hogy milyen jól sikerült egy előadás. Általában az értékelésnek itt az lesz a kimenetele, hogy nagyon sok pozitív megerősítést kapnak a gyerekek, ami mindig nagyon jó, de ilyenkor a távolléti oktatás idején különösen. És az egész projekt vége lehet egy visszajelző kérdőív az egész projektre vonatkozóan. Technikai részre rátérve a digitális eszközökre, néhányat már említettem, ugye videókészítés, tehát valamilyen videó vágó szerkesztő programot érdemes használni. Én az OpenShot nevű eszközt javaslom, az teljesen ingyenes. A bemutatóhoz pedig össze lehet rakni Sway-ben, PowerPoint-ban, akár magát a kész anyagot, de különböző gyűjteményeket is létre lehet hozni, hogyha egy-egy témában több adatunk van, több érdekes adatunk, linkünk van, amit nem tudunk bemutatni, de szeretnénk megosztani a hallgatósággal, erre kitűnő a véglet. Ez volt tehát az első, a Hello Planeta ötlet, és jön a következő, amelyet az a címe, hogy Mesél a felhő. Ennek a projekt ötletnek, amely projekt ötletet látni lehet, hogy ez nem projekt terv, ez csak egy projekt ötlet, ennél jobban kidolgozottak a projekttervek, de most ugye erre vállalkoztunk, hogy ötleteket adunk. Tehát a Mesél a felhő arról szól, hogy bizony, azok, akik az elmúlt évtizedeket átélték, azok tudják, hogy a technológia az élet sok területén nagyon sokat változott, így visszatekintve különösen érdekes. Sokszor a diákok nem is tudják ezt, hogy mi minden változott ez, bár a szüleik gondolom emlékeztetik erre őket. Például ilyen a zenehallgatás, ott egy kép, hát gondolom mindenki tudja, hogy mit látunk a jobb felső sarokban,
De aki nem tudná esetleg, az biztos nagyon fiatal. Ez egy Walkman, oda is van írva, és egy kazetta, és hát egy szuper fejhallgató hozzá. Tehát változott a zenehallgatás, a filmnézés, a fényképezés, és maga a számítógép használat technológiája is az elmúlt évtizedek során. A projekt célja az, hogy a tanulók egy digitális kiállításon mutassák be ezeket a technológiákat, vagy ezt a technológiai fejlődést, és ehhez a fejlődéshez tulajdonképpen családi, vagy esetleg saját emlékeket is használjanak fel, tehát ne csak keressenek rá arra, hogy milyen volt a Walkman, vagy milyen volt a szalagos magnó, vagy milyen volt az analóg fényképezés, hanem bizony ilyen családi történeteket is fel lehet kutatni, interjúkat lehet készíteni szülőkkel, de még inkább nagyszülőkkel, meséljenek arról, hogy milyen volt ez vagy az, hogyan hívták elő annak idején a fényképeket például, és ezek nyomán tulajdonképpen elindul egy kutatás, adatgyűjtés, nyilván egy csomó látvány elemre szükség van, tehát fotókra és természetesen videókra van bőséggel, és érdemes néhány interjút minden kis csapatnak készítenie a családtagokkal, vagy akár ismerősökkel, és ezek után elkészülhetnek tulajdonképpen idővonalak, amely idővonalakra föl lehet fűzni az adott technika fejlődésének főbb állomásait, és akkor így utólag meg lehet tekinteni, be lehet mutatni. A maga a digitális kiállítás is egy érdekes dolog, ehhez lehet plakátokat is készíteni, vagy valamilyen digitális videóformátumú beharangozót is akár, és maga a digitális kiállítás is sokféle lehet technikailag, tehát lehet az egy weboldal is, lehet az több fotógyűjtemény, lehet az egy véglet gyűjteménybe szervezett sokféle tartalom. Itt a technikai eszközöknél lehet látni a ThingLink nevű alkalmazást, amelyet pár hónappal ezelőtt a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai mutattak be webináriumon, aki még nem ismeri, megtalálja a webinárium felvételeink között. Ugye ez olyan környezet, ahol akár egy 360 fokos látványhoz linkeket lehet csatlakoztatni, és olyan lesz, mint egy igazi múzeum, amiben különböző tárgyakat meg lehet tekinteni. Itt az értékelésnél ugye sokat jelenthet egy ötletbörze, amelynek során megint kiderül, hogy miről tudunk, miről nem tudunk. Itt is használhatók az ellenőrző listák, táblázatok, 3-2-1 módszer, mint a előző esetben, illetve itt is nagyon jó szolgálatot tehet egy záró kvíz, ahol megkérdezhetjük a közönséget arról, hogy egyrészt mi tetszett, mi nem tetszett, azt is megkérdezhetjük, hogy mire emlékeznek, emlékeznek-e még arra, hogy mondjuk miköze a ceruzának a kazettához mondjuk, vagy ilyesmi, és ilyen módon ez így egy egységes egészet tud alkotni, és néhány szóban még a technikai eszközöket is nézzük meg. Ugye az ötletbőrzéhez sokféle eszköz lehet,
Én kettőt is föltettem ide, az egyik a Google Jamboard, a másik pedig a Padlet. Ugye a Padlet korlátozott, mert ingyen csak három lap, vagy három oldalt lehet használni, de azért sokan szeretik még így is, de valóban mondjuk vannak ingyenesen több lehetőséget nyújtó eszközök is. Azért önmagában nagyon fejlett a Padlet, ezért nehéz róla lemondani. A plakát vagy grafika készítéshez ugye a Canva megkerülhetetlen eszköznek tűnik, ha pedig idővonalakról beszélünk, akkor a Genially kiváló sablonokkal bír, tehát a Genially-ben szenzációs idővonalak készíthetők, de még az idővonalakról lesz szó, úgyhogy még más eszközt is fogok mutatni. Az én kedvencem a kvízek tekintetében a Quizizz, de nyilvánvaló használható más is, ha valaki a Kahoot eszközrendszerét szereti, az is, vagy a Szókratív, vagy egyéb eszköz. Az a lényeg, hogy játékos legyen, tehát a projektben egy kellemes élménnyel érdemes zárni, nem egy ilyen rideg teszteléssel, hanem egy kellemes, játékos, szórakoztató játékkal zárulhat a dolog. Ugye értelemszerűen itt a történelem, a közelmúlt történelme, a digitális kultúra, az informatika, de akár az énekzene, vagy az irodalom, vagy a vizuális kultúra megint csak bejöhet, sőt azt is gondolom, hogy a fizika is, hiszen ez elég sokféle technikai, sőt a kémia is, hiszen a fényképezésnek van fizikája is, kémiája is. Tehát itt vannak ilyen oldalvonatkozások. Ez a szép a projektekben, hogy sok tantárgy együtt jelenhet meg. És akkor nézzük a következő projekt ötletet, amelynek az a címe, hogy időutazás helyben. Ugye időutazni jó dolog lenne, de még egyelőre nem nagyon működik, és viszont azt tapasztaljuk, hogy a világon sok helyen vannak érdekes épületek, érdekes természeti képződmények, helyszínek, ahol sok ember jár, vagy sok ember megfordul, és hát óhatatlan, hogy ezekről gyakran készülnek felvételek, főképpen fényképek, de videók is, és egy adott idő után ezek a felvételek túl lépnek a nyaralási emléken, és lehetséges, hogy olyan információkat is hordoznak, amelyek később érdekesebbé válnak. Mondok egy példát, itt látszik ezen a képen a londoni Piccadilly Circus egy korabeli képen, ahol például az látszik, hogy miféle reklámok voltak annak idején, vagy miféle autók voltak annak idején, de pont a Piccadilly Circusről vannak érdekes képek, sokkal korábbiak, ahol nagyon nagy mennyiségű lovaskocsi járkál például abból az időből, amikor még úgy jósolták, hogy nagyon nagy baj lesz itt, mert itt ilyen másfél méter magasan áll majd a trágya a sok lovaskocsi miatt, és tönkre megy, és lehetetlenné válik a közlekedés. Aztán mi lett? Jöttek az autók, és akkoriban még sokan nem gondoltak rá, hogy ez így megváltozhat, és megtörtént. Szóval sok ilyen helyszín van. A projektnek a lényege, hogy egy-egy érdekes, sokak által látogatott, ismert földrajzi, történelmi helyszínt kutassanak fel, online természetesen, és csoportokban dolgozva gyűjtsenek ezekről képeket, információkat, majd készítsenek ezekről
gyűjteményt, és ezeket a gyűjteményeket egy idővonalon ábrázolva mutassák be, hogy mi hogyan változott. Itt nagyon sok mindenre lehet gondolni, lehet ugye az építészetre, lehet a tájra, lehet a forgalomra, az emberek ruházatára, a közlekedési eszközökre, lehet a táj megváltozására gondolni, gondoljunk például a gleccserekre. Tehát nagyon sokféle vonatkozásban vizsgálható egy-egy érdekes helyszín, és ehhez hát azért rendelkezésre áll elég sok képi és videós adat is. Tehát a tevékenységek erre futnak ki, hogy a végén idővonalak és gyűjtemények formájában tegyük közzé mindazt, amit vizsgáltunk, és erre még érdemes rátenni azt, hogy az idegen nyelvoktatás keretén belül az országismeretnél ugye megint érdemes akár egy-egy országra fókuszálni, tehát az angol tanárok lehet, hogy majd Angliával foglalkoznak, az olasz tanárok pedig Olaszországgal, és akkor a diákoknak azon a nyelven kell vizsgálódniuk, azon a nyelven kell felkutatniuk információt, és az is lehet, hogy azon a nyelven kell bemutatniuk is, nem kizárt. Az értékelő eszközöknél a már megismert értékelő eszközök láthatók, illetve a végén van egy kvíz vetélkedő, ami azt jelenti, hogy maguk a gyerekek egy kvíz, egy vetélkedő formájú kvízen vesznek részt, és tulajdonképpen az egymás által feltárt érdekességeket nézhetik át újra. Az technikai oldalt megvizsgálva, hogy milyen eszközöket érdemes itt figyelembe venni. Néhányat választok ebből a sok mindenből. Hát például a csoportalakításhoz ez a KEAMK nevű nagyon jól kiejthető alkalmazás a legkézenfekvőbb, vagy ha valaki egészen ifjakkal dolgozik, akkor a ClassDojo-ban is van jó ilyen eszköz. De vannak még mobil alkalmazások is. Nagyon érdekes két adatbázis, két fotóadatbázis, az egyik a Kézai Simon program, kézai.hu, a másik a Fortepán adatbázis, ahol mind a kettőben régi képeket lehet nézegetni, például régi magyar képeket, tehát ha mondjuk megnéznénk Budapestet korábban, akkor ott találunk, és jogtisztán felhasználható képekről van szó. Ha ötletbőrzéről van szó, akkor a Szókratív egy jó eszköz. Sajnos a logójában itt nincsen kiírva, hogy Szókratív, de az a négy darab hatszög az a piros négy darab hatszög, az a Szókratív logója. Az idővonal készítéshez a már nagyon említett és nagyon dicsért, kedvelt Genially mellett a Padlet is tud idővonalat, és az Easily-vel is lehet idővonalat készíteni, úgyhogy több eszköz is van, ezek csak ötletek, akár a Wakelettel is lehet idővonalat készíteni. Amire föl szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy a felhasznált képek, videók esetében ne felejtsünk sohasem a forrásokra hivatkozni, és ha van rá lehetőség, akkor használjunk olyan licenszelésű képeket, amelyek szabadabb használatot tesznek lehetővé, mint a klasszikus szerzői jog, ezért van itt a Creative Commons. A Creative Commons olyan módon osztja meg a képeket, hogy azt oktatásra is nagyon szépen sokféle célra lehet használni. Ma már lehet Creative Commons-ra keresni a Google keresővel is, úgyhogy egyszerűbb lett
ebből a szempontból az élet. Tehát, hogyha szeretnénk képeket keresni, akkor akár erre is oda lehet figyelni. A visszajelzéshez pedig a Mentimeter egy jó eszköz, főleg online körülmények között. A következő egy nagyon népszerű téma, ami egy ilyen univerzális projekt, hát hiszen a szabaduló szobák iszonyatosan népszerűek, nem is baj ez, és nem is véletlen. Büszkeség nekünk, hogy az európai stílusú szabaduló szobák közül az első itt Budapesten jött létre 2011-ben. Gyurkovics Attila volt az építő, aki ma is dolgozik, és bár korábban Japánban voltak próbálkozások, de itt nálunk Európában ez volt az első. És hát nagyon népszerűek ezek a helyszínek, ahol különböző feladványokat oldanak meg a játékosok, általában csapatban, úgy, ahogy a képen is látszik. De igazából a pandémia során egyre inkább előtérbe kerültek az online szabaduló szobák is, és már sok olyan játék is van, oktatási célú játék is, ami bár nem szabaduló szoba, de mégis annak nevezik, mert az alapelvei hasonlóak, különböző terekben különböző feladatokat kell megoldani, az onnan származó információkat pedig át kell vinni egy másik helyre, ahol azt felhasználjuk, akár ilyen lineáris feladványcsoportok lehetnek, hogy állomásról állomásra járunk, és mindig amit megtudtunk, az a következő helyen hasznos lesz, vagy olyan is lehet, hogy mint egy csillagtúra, különböző feladványokat oldunk meg, mindenhonnan összegyűjtünk valamit, és az a sok valami a végén majd segítség lesz a nagy feladvány megoldásához, egy ajtó kinyitásához, egy kincses láda kinyitásához, egy kiszabaduláshoz, vagy valami rejtély megoldásához. Nagyon sok minden ilyen vége lehet egy ilyen szabaduló szobának. A projektnek most konkrét címe nincs, az a cím, hogy szabaduló projekt, de ugye a téma az mindenkinél más lehet, és rendhagyó módon a tantárgyakhoz azt írtam, hogy bármely, hát hiszen itt aztán bármely tantárgy lehet. Itt megint érdemes a feladványok szerint csoportokat alakítani, kialakítani a játék szerkezetét, és akkor minden kis csapat egy-egy feladványon dolgozik, és ezeket fejleszti. Lehet, hogy csak online, lehet, hogy online és offline is, függően attól, hogy az iskolában tudnak-e dolgozni. Tehát lesznek azok olyanok is, akik lehet, hogy valami kézzelfogható rejtvényt, vagy valami ördöglakatot készítenek, tehát egy igazi tárgyat, de lehet, hogy ez digitálisan történik. Ugye miután ezek mind megvannak, nagyon sokat kell tesztelni egymáséit, hogy hibátlan legyen. Utána pedig érdemes ezt az egészet egy reklám, egy ismertető formájában megmutatni, megismertetni másokkal, és utána pedig bemutatni és örülni neki. Itt az értékelésnél sokat számít az ötletelés, az ötletbörze, akár vita. Érdemes egy gondolattérképen fölvázolni az egész folyamatot, hogy látható legyen, hogy milyen útvonalak, bejárási útvonalak lehetnek. Ez lehet egyszerű is, meg lehet bonyolult is, ugye attól függ, hogy hány éves gyerekekkel dolgozunk. Minden esetre érdemes, ha valaki nem sok szabaduló szobába járt, érdemes egy mintát követni, és akkor az alapján megcsinálni az első ilyet, aztán egyre ügyesebb lesz az ember. Az eszközökre térve, tehát például a Genially-ben vannak szabaduló szoba
sablonok, és akkor azt át lehet gondolni, át lehet szerkeszteni, és akkor annak alapján el lehet indulni. Aztán, amikor az elsőt megcsinálja az ember, utána lesz egy millió ötlete, és már a harmadik nem fog hasonlítani ezekre. Néhány eszköz, amit itt felsoroltam, például az első az utalás a morzéra, ugye morze jelekkel sokszor szoktunk ilyen feladványokban operálni, van morze fordító alkalmazás, webes is, meg mobilos is, aztán van ez a RootFox oldal, ahol mindenféle ilyen titkosító eszközök vannak, a Flip Your Text, az furcsán megfordítja a betűket, és egy szöveget nehezebben tesz értelmezhetővé. QR kód generálásra is valószínűleg szükség lesz. De nagyon sok ötlet van a Pinteresten, úgyhogy azt is ajánlom. És hát maga a megvalósítás az a Genialin kívül még akár lehet OneNote-on is, vagy Padleten is, hiszen, vagy részben, mert ezeken a helyeken is vannak, van lehetőség arra, hogy jelszóval lezárjunk egy területet, egy oldalt, és akkor csak akkor fér hozzá valaki, hogyha tudja a jelszót. Honnan tudja? Hát úgy, hogy megoldott előtte valami feladatot. Ha Scratchben gondolkodunk, akkor szintén lehet Scratch elemekből is építeni, ha pedig igazi szabadulószoba van, tehát fizikailag tényleg létező, akkor a Microbit megint egy jó lehetőség, amit be lehet vetni, hiszen van két gombja, és azok mindenféle kombinációival elő lehet hívni információkat, és bele lehet rejteni kódot például. Ugye ez egy nagyon nagy világot nyit ki, a szabaduló projekt, de nagyon népszerű, és nagyon biztatok mindenkit, hogy próbálja ki. Először lehet, hogy egyszerűbben, aztán egyre bonyolultabban. Vannak erre minták, ha visszanézitek a régebbi webináriumokat, akkor lehet találni a kódvíkesek között is, és a digitális témahetesek között is erre egy-két példát, egész előadásokat. A következő projekt ötletet Vásárhelyi Virág kolléganőm készítette. Ez egy nagyon izgalmas, új, egyre érdekesebb, egyre feszítőbb témával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Ugye itt arról van szó, hogy a projekt során a gyerekek, akik 9-12-esek együttesen ismerkednek meg a mesterséges intelligencia világával, oly módon, hogy a mesterséges intelligencia kihíváson mennek keresztül. Ez egy pár óra alatt megvan, ez a Miki, a mesterséges intelligencia kihívás. Itt van a linkje, a webcíme a jobb alsó sarokban, a.hungary.com, és miután ezt megnézték, feldolgozták, utána a mesterséges intelligencia jövőjével kapcsolatban fogalmaznak meg érdekességeket, ezeket infografikában ábrázolják a csapatok, majd egy disputa keretében megvitatják azt, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése vajon veszélyes-e az emberiségre nézve. Nyilván mindenféle módon hozzá lehet ehhez szólni, és ebben a vitában tulajdonképpen védőbeszédek hangzanak el, ezek a védőbeszédek aztán mint produktum jelennek meg. Ezeket föl is lehet venni videóra, nem biztos, hogy ezeket publikus helyre kell tenni, de föl lehet venni, esetleg utólag értékelni is lehet őket, illetve ezek nyomán a diákok eldönthetik, hogy mennyire tartják megalapozottnak, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése veszélyes az emberiségre nézve. Ugye ez azért jó téma, mert erre a kérdésre nem lehet könnyen válaszolni, se igennel, se nemmel.
hanem sok oldala van, és ezért érdemes gondolkodni, és érdemes időben gondolkodni, tehát igazán az iskolásoknak való téma ez. A témában sok érdekes előadás van, de leginkább a mesterséges intelligencia kihívással érdemes kezdeni, és benne lenni az első 100 000-ben, akik ezt elvégzik, amelyről egyébként a gyerekek kis oklevelet is kapnak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes mini projekt valójában, tehát ez nem egy egyhetes projekt, de nagyon jó tevékenységek, hiszen infografikák készülnek, itt a Genially kiváló terepet kínál, és ugye itt is használhatók az ellenőrző listák, ugye a csapatoknál, a csoportok kialakításánál, vagy a későbbiek során is egy hajlított véleményvonal például nagyon jó eszköz lehet. Pontozó táblázat itt is lehet a védőbeszédek kapcsán, és visszajelző kérdőív a projekt végén. És még egy projekt ötlettel rukkolnék elő, a hetet hét online projekt ötlet közül. Ezt az ötletet pedig János Zsolt kollégám küldte be szerkesztőségünkbe, és hát ez is egy igen aktuális témát boncolgat, az a címe, hogy oltási napló, és nem csak, hogy aktuális a téma, hanem egyben a tudományos gondolkodás, a hiteles információk, az álhírek, a tudományosan megalapozott információk világában, hát valójában úgy kell, mint egy falat kenyér. A projektnek az a lényege, a projekt ötletnek az a lényege, hogy most már számos cég készített különböző technológiákkal, különböző helyszíneken, különböző módon oltóanyagot a COVID-19 vírus legyőzésére, és a különböző szakértői csoportok, amelyek kialakulnak, azok ezeket fogják bemutatni. Bemutatják a hatásmechanizmust, a célcsoportot, a felelhető információkat, esetleges mellékhatásokat. Itt különösen hangsúlyos az, hogy a kritikai gondolkodás és a megbízható információk és az álhírek álinformációk, áltudományos információk felismerése, ez egy nagyon lényeges kérdés. Összegyűjtik ezeket, ugye ide tartoznak a szállítással, tárolással kapcsolatos információk, és ezekből egy digitális prospektust és egy videós beszámolót készítenek, tehát miután egy kutatási, adatgyűjtési és kritikus információk kritikus feldolgozása történik, utána digitális tartalmat állítanak elő a diákok. Ezek mind, hogy mondjam, lényeges elemei a digitális kompetenciának. És akkor ide ugyanúgy megjelennek az ellenőrző listák, a kérdőívek, 3-2-1 módszer, ugye itt a végén lehet különböző online szavazásokat végezni, de például akár a Mentimeter is alkalmas. De itt a kollégám javasolja ugye azokat a hírforrásokat, amelyek idegen nyelven szólnak ezekről a témákról, éppen ezért hát elsősorban az angol nyelvoktatásban is jól használható, de a biológia, a digitális kultúra és még sok más tantárgy érintett lehet. Itt ugye ott van a YouTube, ott van a videókészítés, a fotókezelés, a jobb felső sarokban a Photogrid
ikonja látszik, amellyel kollázsokat lehet mobilon és tabletten készíteni, és itt is nagyon fontos szerepet kap a Creative Commons, tehát a képeknek a szerzőjogokat tiszteletben tartó felhasználása. És akkor szeretnék néhány olyan forrást mutatni, amelyek, hát azt nem mondom, hogy kimeríthetetlenek, de hatalmas mennyiségű segítséget jelenthetnek. Nagy örömömre szolgál, hogy itt elsőként bemutassam a legújabb tartalmakat a digitális témahét tudásbázisában. Ezek a szakképzés számára készült mintaprojektek. Jelenleg ez a 6 érhető el a digitális témahét tudásbázisában. Ha bejelölitek azt, hogy mintaprojektet kerestek, akkor ezek azonnal elő fognak jönni. Jelenleg ez a 6 van kifejezetten szakképző intézmények számára, mégpedig adott ágazatok megjelölésével, tehát látszik, hogy a 6 a gazdálkodás és menedzsment, a szépészet, a műszaki ágazati alapoktatás, turizmus, vendéglátás, a kereskedelem ágazathoz kapcsolódnak, és van egy, amely a ágazattól független munkavállaló ismeretekhez kapcsolódó projektcsomag. Tehát ez nem projektterv, ez sokkal több annál. A projektterv mellé számos mellékletben segédanyagok találhatók, úgyhogy ezzel a digitális témahét honlapján elérhető kidolgozott mint és lektorált mint a projektek száma, hát megnövekedett, most már 18-nál tartunk, és talán nem árulok el titkot, de igen, elárulok, hogy még 18 várható, úgyhogy igyekszünk ebben segíteni, úgyhogy bíztatok mindenkit a szakképzőiskolákból is, hogy regisztráljanak gyorsan a digitális témahétre. Ezek még szükségesek, hasznosak lesznek mindenki számára. Nyilvánvaló, hogy ha valaki pont nem a gazdálkodás és menedzsment iránt érdeklődik, érdemes megnézni, mert az ötleteket adaptálni lehet más területre is. Nagyon izgalmas, jópofa témák vannak, talán a címekből is lehet ezt látni. A másik a Digitális Témahét Ötlettár 2020-as változata, amelyet talán sokan ismernek, de lehet, hogy nem mindenki. Itt zölden látható az elérési címe, és itt a tartalomjegyzék, itt is van 9 darab projektötlet, és 4 korábbi mintacsomag adaptált változata az online oktatásra, tehát kifejezetten az online oktatáshoz illesztve jelentek meg. Ezek egy kiadványban, egy lapozható kiadványban érhető el a digitális témáit honlapján, meg ezen a címen, amit itt lehet látni. Egy ilyen kiadvány készül azokból a projektötletekből is, amelyeket bemutattam ma premier jelleggel. Nincs olyan projekt, amelyben a digitális biztonság, a gyermekek digitális védelme ne kapna fontos szerepet, tehát enélkül ma már nem elképzelhető egy jó projekt, ezek a témák mindenhol megjelennek, és meg is kell, hogy jelenjenek. Ezért is ajánlom a digitális gyermekvédelmi stratégia keretében készült anyagokat. A gyermekvédelem.hu-n sok minden elérhető, ebből kiemelném a digitális káprázatok tananyagot, amiből így kimásoltam egy kis elemet, egy kis tulajdonképpen egy útvonalat, ami a dezinformáció és a fake news kategóriáját boncolgatja. És végül szeretném ajánlani a kedves kollégáknak egy újonnan elkészült oldalunkat,
amely a dpmk.hu oldalon érhető el, vagy pontosabban a tudásbázis.dpmk.hu-n, ahol nagyon sok tartalom van, és ha valaki pont projekteket keres, akkor a keresőben, ha beállítjuk, hogy projektterv, akkor számos pedagógusok által kidolgozott jó projekthez lehet eljutni. Ezek olyanok, amelyek az elmúlt hónapok során lehet, hogy már bemutatásra kerültek itt a webináriumok során is, de lehet, hogy még nem foglalkoztunk vele. Mindenesetre érdemes ezt a szűrést beállítani, mert itt is rengeteg ötlet van. Arra biztatunk mindenkit, hogy a digitális témahétre nem feltétlenül kell felfedezni újra egy földrészt, hanem lehet nagyon jó példákból, nagyon jó már korábban bevált gyakorlatokból, mintákból, projektötletekből kiindulni, és lehet piciben is kezdeni, akár egy egynapos projekt is nagyon klassz lehet, és az már a digitális témahéten való részvételt, ahogy mondjam, indokolja, és azzal már lehet indulni a pályázaton is. Bíztatok mindenkit arra, hogy vegyen részt, regisztráljon, és jönnek a pályázati kiírások is. Nagyon nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a korábbiaknál is több díj várja a kedves kollégákat és az iskolákat a digitális témahéten. Úgyhogy érdemes felkerülni a térképre, aki esetleg még nem tette meg, az utcu neki digitalistémahét.hu, és egy néhány perc múlva ott lesz az iskolájának a jele a térképen, ahol már vannak erdélyi, felvidéki, vajdasági iskolák, és természetesen magyarországi intézmények is, és néhány piros színnel jelzett partner már programokat is ajánlott iskolák számára, és ezeknek a száma majd bővülni fog a közeli jövőben. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát digitális témahétre fel.